Dan Reisinger a mai Izrael képzőművészetének egyik meghatározó egyénisége. Hagyományait tisztelő, asszimilálódott magyar zsidóként élt Magyar Kanizsán, 2019. novemberében hunyt el. A regionális szakmai pedagógus továbbképző központban rövid történetekkel emlékeztek meg családtagjai, ismerősei, barátai mellett az izraeli nagykövetség helyettese és Magyar Kanizsa önkormányzatának küldöttei. Az eseményt a grafikus tervező családja kezdeményezte és az önkormányzat támogatta. Maga a kezdeményezés a család részéről érkezett, direkt Izraelből, és én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen jó volt, hogy mi erre így, ilyen formában tudtunk nagyon gyorsan reagálni, hiszen meg kellett azt is szervezni, hogy egyáltalán lehetséges legyen ennek a táblának a kihelyezése. Másrésztől pedig, hogyha magát a jelentőségét próbálnám összefoglalni, akkor úgy tenném, hogy öröm az, hogy vannak olyan magyar kanizsáról elszámozottak, akik a nemzetközi hírnév után is úgy gondolnak a szülővárosukra, minthogyha ez lenne az otthonuk. Másrésztről pedig úgy gondolom, hogy ha már maga a család is úgy gondolja, hogy kedves nekik is, nem csak a Dan Reisingernek, hanem nekik is a város, a község, a település, ahol született, akkor nekünk mindenféleképpen ápolnunk kell azt a hírnevet, azt a tudást, amit ránk hagyott, és bízom benne, hogy ezen a táblán keresztül egy kicsivel több emberhez eljut mindaz a munkásság, mindaz az életen áttartó kreativitás és hagyaték, amit a Dan Reisingeren keresztül Magyar Kanizsa község kapott. Nagyon nehéz olyan emberekről beszélni, és olyan méltatásokat adni, amiknél nem volt személyes kapcsolat. Nekem egyszer sikerült vele találkoznom egy rövid időre, de úgy gondolom, hogy ettől függetlenül azért nagyon fontos, mint már említettem, a tábla megléte, mert akkor lesz mindig valaki, aki ápolni tudja a hagyományát. Ez nem csak önkormányzati feladat, hanem én úgy gondolom, hogy a közösség számára is egy plusz löket, hogy bárhova sodor minket az élet, bármerre érvényesülünk és teszünk, mindig gondoljunk arra, hogy honnan származunk, honnan jöttünk, és ez a közösség, aki itthon van és itthon él, ezért a közösségért tudunk-e valamit adni. Dan Reisinger részéről megvolt ez az akarat is, és ez a tevékenység is, hogy az itteni magyar kanizsai lakosokért és a magyar kanizsai közösségért is tegyen valamit attól függetlenül, hogy több ezer kilométer távolságban volt tőlünk.